A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület ugye akkor alakult, amikor a többi jelen pillanatban működő vidékfejlesztési egyesületek, tehát a Magyarországon működő 96 egyesület közé tartozik, gyakorlatilag 60 kistérség településeit foglalja magába. Az összes kistérségi település tagja az egyesületnek? Gyakorlatilag igen, hát itt szabályok vannak, tehát 60 város, ugye eleve, mint város nem lehet tagja, illetve Lőrinci részlegesen tagja, de a település, kis települések igen. Milyen feladatokat lát el a közösség? A közösség azokat a feladatokat látja el, amik a líder számára meghatározottak, tehát ez egy alulról jövő építkezés. Települések létrehozták ezt az egyesületet, és pályázni lehet különböző jogcímeken, különböző feladatokra. Ezeket a feladatokat egy stratégiába mi dolgoztuk ki, tehát konkrétan a környező településekre van írva, és a települések, civil szervezetek és vállalkozások fejlődését szolgálják. Mi lesz ma napi renden? Ma tulajdonképpen egy évzáró rendezvényre jöttünk össze, ahová meghívtuk a észak-magyarországi régió vidékfejlesztési csapatait, és hát vannak más egyéb elgondolások is a vidékfejlesztéssel kapcsolatban részünkről, így az Agyva völgyébe kialakult egy nagyon jó csapat, gyakorlatilag az Agyva völgyébe létező vidékfejlesztési egyesületek, szervezetek összefogásával, és hát őket is meghívtuk a mai rendezvényre, illetve meghívtuk a VKS-t, az irányítóhatóságot. Reméljük, hogy értékes előadással fogják szolgálni a mai napot ők is. Mi volt az utolsó pályázat, amire részt vettek? Jelen pillanatban jó sok folyópályázatunk van, amire még az irányítóhatóságtól nem kaptuk meg az úgymond íre a pontot. Ezek nagyrészt civil szervezeteknek a pályázatai különböző rendezvényekre. És mik vannak még tervben? Hát hál' Istennek nálunk még maradtak pénzek, úgyhogy a stratégiát valószínű, hogy fogjuk változtatni, hiszen arra a mód és lehetőség van, hogy évente felülvizsgáljuk az általunk létrehozott stratégiát, megnézzük, hogy mik azok a területek, amiben tudunk segíteni a fejlődésbe.